Sziasztok! A mai videóban egy olyan pályán fogok játszani, ahol ilyen óriás skyblock szigetek lesznek, van is itt egy köszöntő, igazából itt leírja a feladatokat, de nagyjából ugye annyi a lényeg, hogy ki kell játszani a játékot, és vannak alap cuccaink, úgyhogy én már is kiütöm ezt a ládát, és megkezdjük a túlélést. Amit fixre tudok, az az, hogy nem megyek oda a fa alá instant, mert ugye ott mobok meg minden lesz, úgyhogy szerintem egyelőre azt kéne csinálni, ó, oh, ja, hogy ez egy láda, értem. És akkor a ládában van, van ugye valami általában. Na mindegy, szóval azt kéne csinálni, hogy innen kéne megszerezni a fát, ahhoz, hogy legalább egy csák Sárkányunk, crafting is ilyenünk legyen, és amikor már meg tudom magam védeni, na majd utána megyek oda a fához. És hogyha jól látom, ott van is valami ládaszerűség, lehetséges, hogy ott mondjuk van csákány vagy bármi hasonló, és nem. <laughs> mindegy, nem gond, legalább az első állja fenderünk megvan. Ilyen gyorsan. Mondjuk nekem ez nem probléma, csak picit úgy meglepő, hogy ennyire gyorsan odaadta a játék, na mindegy, a ládát azt elhozom. Oké, okay, hát közben majdnem meg is haltunk, zseniális. És akkor még szedünk egy csákányra valót, oké, okay, és akkor akkor innen már ki is tudunk szabadulni. Nice! És akkor ugye kéne nekünk kő is, amit meg tudunk csinálni ebből a generátor cuccból. Oké, okay, a víz megvan. Itt a láva és elméletileg nice, ott is a kő. Jó, és ennyi volt igazából a facsákányunknak a története. Innentől most már normálisabb dolgokkal tudunk blokkokat ütlegelni. Következő itemünk kőbalta, és még ide csinálok szerintem egy örökvizet is. Oké, okay, hát a kezdő bázis szerűségünk az így nagyjából meg is lett. Ide még rakok ládát, szedek még egy kemencére valót. Ezeket a cuccokat pedig le is tudjuk ide dobálgatni, és akkor csak és kizárólag a legfontosabb dolgokat viszem magammal, és most már elfogy a fa, úgyhogy én azt gondolom, hogy át kéne oda menni. És akkor is, ha mobok vannak, akkor is, ha nincsenek, szereznem kell fát. Meg valami kajaszerűség sem jönne rosszul most már. És igen, 677 millió féle mob van itt, hogy ezeket nem lenne baj elkerülgetni, azért úgy elég durván. És ami a tök jó, hogy nem is látok amúgy semmit. De szerintem ti se nagyon, úgyhogy így ezt meg is oldottuk, és szépen akkor szedek néhány fát. Jó, hát egyelőre szerintem ennyit hozok, és már is próbálok innen menekülni, meg még a nap is megy le, szépen tudunk is aludni, és valamiféle kajám is lesz, mert ugye vannak itt malacok, bár lehet, hogy jobb lenne inkább karddal megölni őket, és a Wandering Trader, ő soha nem maradhat ki, egyetlen egy túlélő világból sem. Amúgy, hogyha jól látom, akkor ott szén van, úgyhogy lehet, hogy az kéne legyen az első sziget, ahova mi átmegyünk, és akkor tudunk normálisan majd égetni cuccokat. Viszont ahhoz ugye rengeteg kő fog kelleni, ahogy látom, hogy átjussunk bárhova, vagy amúgy az is lehet, hogy a fákat fogom kiszedni, mert ugye ott egy blokk az négyet tulajdonképpen, és hát nagyjából végtelen mennyiségű fa van ott. simán meg lehet csinálni. Csak kéne valami fákja, hogy egyáltalán lássak. Jó, ja, meg hát ugye ebből is tudok féllapokat csinálni. Tehát egy blokk az igazából nem is négy, hanem még annál is többet ér. És ennyiből szerintem át kéne tudnom oda jutni, és valahogy ilyen féllapos módszerrel fogom ugye építeni. Annak érdekében, hogy még mobok se spónoljanak rajta. Oké, okay, itt is vagyunk. Micsoda. Azt a mennyi állat van itt. Na jó, hát akkor ezeket elkezdem így lemészárolni konkrétan. Nem hiszem, hogy szeretnék szaporítani. Ezeket az állatokat nem is lehetett látni. A másik szigetről. Oké, okay, ez eddig bírta, meg úgy látom, hogy a nappal is, úgyhogy szépen mehetünk vissza, és még ide is spónolnak vissza a teheneket, hát ez zseniális. Tényleg ilyen végtelen forrásom van. Na nézzük ebből, mennyi fák jön ki, 64 plusz 32, és még maradt egy csomó szén, úgyhogy szépen be is intéződünk ide, mopcsabdába, nagyjából. Hú, ez zseniális, ez a hely, ez nagyon-nagyon zseniális. Itt lesz szerintem a bejárat, amit mi fogunk használni minden egyes alkalommal, és uh, én ezt így el is zárom. Na, amit kéne, az az, hogy elkezdjünk mondjuk fölfele, és így fogom összeszedni a fákat, hogy tényleg föntről lefele haladunk majd. Oké, okay, nagyjából elsőre ennyi az, amit ki tudtunk szedni. Aha, hát uh, rengeteg ókszlebünk lett. Csákány sem baj, hogyha van nálunk még pluszba. És akkor folytassuk is tovább az építkezést a többi szigetre. Nézzük, hogy mi az, ami úgy érdekesnek tűnhet innen. Ott van valami dzsungeles, illetve az nem tudom, hogy pontosan micsoda, de szerintem úgyis arra fele kéne elindulni, mert ugye itt a lényeg, hogy valami normális úthálózatunk legyen. Hogy van mondjuk egy hosszú főút, és akkor abból ágazódnak ki tulajdonképpen ezek a mellékutak, ahova el tudunk menni. Egyébként zseniális ötlet volt ez a fa, mert tényleg kővel brutál nagy szenvedés lett volna ezt megcsinálni. Úgyhogy uh, G to a G. hogy Erre rájöttem, és nem utólag írtátok meg kommentben. Ú, uh, ez valami end témájú szigetnek tűnik egyébként, ami nem rossz, és nyilván ez is magasabban van, de nincs ezzel gond. Ó, oh, az ott konkrétan az end portál. Jó, és ebből hiányzik néhány szem amiből ugye egyet már kaptunk, csak az most nincs nálam, hanem a ládában van, akkor majd ide fogunk jönni ezekért a cuccokért, és nézzük azt, hogy itt bent van-e bármi hasznos, de úgy látom, hogy nincs. Tehát, hogy ez ilyen tömör enstone tulajdonképpen. Az ott egy fás az valami restonos vagy tnt -s. Nekem igazából most, ami jól jönne, az valami ércszerű sziget. Vas vagy bármi hasonló. Hú, az a baj, hogy ilyen óriás szigetek miatt brutál nagyok a távok, amiket meg kell tenni. De tényleg. Jó, úgy látom, az egy jackpot sziget lesz, nagyon király. Tele leszünk vassal. Instant lövök is magamnak, majd szerintem egy vasszettet vagy valami. Persze, elépít az ember egy szigetre, azt már is megy le a nap, hát mi ez? Na mindegy, viszont ott látok egy ládát, illetve ez mi? Csirke spawner. Jó, szerintem az maradhat. Ó, és itt van a következő IO Fender. Viszont ezeket szerintem így kiszedem, hogy tudjam, hogy egyáltalán itt már voltam. És amit még csinálok, az egy ágy. Mert most fixen nem vagyok hajlandó visszamenni a spawnra, azért, hogy tudjak aludni, hogy jó lesz az itt is. És akkor szépen szedegetünk egy jó pár basat. Mondjuk így, akkor lehet, hogy fölösleges volt megcsinálnom a kőeszközöket. Na jó, én egyelőre szerintem ennyivel megelégszek, és vissza is megyek. Akkor gyorsan megcsinálni az eszközöket. Innentől kezdve most már követ nem nagyon szeretnék használni. Teszek egy kis kitérőt, és ezt az egy darab Biofender-t be fogom rakni a portába. Nos, ez itt is van, és akkor már csak négy darab fog kelleni vagyis hát három, egész pontosan, mert ugye egy van a ládában, amit előbb mondtam. Mivel itt még mindig a kaja ég, ezért kéne egy másik furnis, és akkor mehetnek szépen a vasak. Jó, mindenünk megvan. Ez jelenti a full az összes vaseszközt, és még egy pajzsot is, amit nem fog mindig a kezembe hordani, mert az elég idegesítő lenne. És akkor elmegyünk újabb fákért, és elnézünk a többi szigetre is most már végre. Tehát most nagyjából szerintem szedek annyit, hogy többet ne feltétlen kelljen fával foglalkozni. Na jó, oké, okay. ennyi fám lett. Borzasztó sok idő volt ezeket kiszedni, és még itt az alsó kettő résszel sem végeztem, nem tudom, hogy hogy gondoltam az, hogy majd olyan magasra felmegyek, és akkor onnan lebontom az egészet, hát ö, még tényleg itt sincs kész. És szerintem nem is fog az sem kelleni. Na szóval, jöhet is a végtelen mennyiségű slab. És igen, valóban nem fér el az inventoriba. Mm. Lehet, hogy elkezdek velük építgetni először, és akkor csak utána csinálni többet. Oké, okay, mindjárt elérkezünk az arany szigetre. Viszont én úgy gondolom, hogy itt nekünk egyébként semmi nem kell. Tehát euh, én biztos, hogy nem fogok aranyakat szedegetni, meg nem tudom. Itt a közepében sincs semmi, tehát euh, szerintem mehetünk is ezzel a lendülettel tovább. Ott egy következő nedörös szigetre. Tényleg itt most az a lényeg, hogy legalább az összeset felfedezzük, és megnézzük, hogy egyáltalán van-e itt olyan cucc, ami nekünk kellhet. Ha nincs, akkor megyünk tovább. Elkanyarodunk a nedöröshöz, de ott még van egy ládás sziget, ami brutál messze van az összes többihez képest. Úgyhogy lehet, hogy az lesz a következő amit megnézünk ezután. Oké, okay, megis meg is vetettük a lábunkat ezen a szigeten is. Ha jól látom, itt a Nether portálon kívül igazából semmi hasznos nincs ismét. Abban sem vagyok biztos, hogy nekünk amúgy szükséges ez a Nether portál, mert hát ugye Eye of vannak, tehát sem a Blazer, sem az Ender Pearl abszolút nem éri meg lemenni. Viszont az a láda kezd egy picikét izgatni, hogy egyáltalán mi lehet ott benne. Miért van az olyan távol tőlünk? Úgyhogy tényleg ez lesz a kövi út. Ahova elnézünk. Mondjuk van egy kis optikai csalódás. Nem tudom, hogy ahhoz a szigethez képest az mondjuk egy vonalban van-e, de lehet, hogy megnézem. És akkor mondjuk innen fogok átépíteni oda, és akkor mondjuk onnan építek át oda. Talán kevesebb nyersanyagot kell használnom. Na jó, és ez egy teljes fás sziget. Tehát, hogyha elfogyna az az óriási fa, ami nálunk van egyébként a spónon, akkor még itt is van egy. Hát ez valami zseniális. És itt kettő ládát is látok amúgy. Meg tényleg itt is vannak spawnerek, ilyen csirke, meg mindenféle érdekesség. Ez például egy poison poti, ami nem tudom, hogy kellhet-e nekünk bármikor is, de hát elhozzuk. Ez pedig töklámpás, yeah! Nagyon jó, erre rengeteg szükségünk volt egyébként. Oh-oh, hát ott uh, strayek vannak, úgyhogy én ezt már szerintem használni is fogom. Nem tudom, hogy miért van ennyire ez bevédve egyáltalán. De ez másodperceken belül szerintem ki fog derülni. Pajzson keresztül is megkaptam a slowness-t. Zseniális. Oké, okay, engedjetek be, és akkor én szépen jövök is ide, és már is letámadok mindenkit. Nem fogtok ti megölni itt engem. Ízik vagytok. Amúgy egymás kezdték el löböldözni, úgyhogy végülis akkor a nagy baj nincs talán. Nézzük meg, hogy mit rejthet magában ez a láda. Tényleg rejteget valamit. Úgyhogy szépen leengedem a vizemet. És ha bár itt mindenből obszidián lesz, ami lehet, hogy baj, lehet, hogy nem. Vannak itt ténylegesen ládák. Na nézzük, Ebben mi van? Jó, egy Eye Offender, oké, okay, ezt már is visszük. Ebben pedig, hát van egy kis hal, Water Breeding, Speed, nem rossz. Mondjuk ötletem sincs még mindig, hogy ez miért volt ennyire durván őrizgetve ez a terület, de lehet, hogy nem is kell nekünk ezt megfejteni. Mehetünk tovább. Na mondjuk azt sejtettem, hogy az úton egyből meg fognak jelenni a mobok, hogyha nem alszok, tehát ez, ez egyértelmű. Úgyhogy már is visszanézzünk aludni, és lepakolunk mindent, amivel rendelkezünk még pluszban. Na már most ezt a kettő ájafendőrt szerintem be fogom helyezni a portába, de még csinálunk jó sok szlebet, még ezekből is. Oké, okay, így már mehetünk, és akkor haladjunk ezután valami rendszer szerint, úgy ahogy szoktunk, tehát próbáljunk meg az egyik oldalon kivégezni a szigeteket, és akkor utána rátérni a többire. Szerintem most valahogy úgy fogok építeni, hogy itt elkezdem, és akkor utána rátérek mindegyik szigetre. Amúgy szerencsé, hogy ez a Bedrock Edition, mert itt legalább lehet gyorsan építeni a Java Editionbe, ez valami hatalmas kínszenvedés lenne szerintem. Jó, egy újabb fás sziget, mintha nem lett volna egyébként elég. Fa így az egész ö, mappon, <laughs> úgyhogy köszönjük szépen ennek, nagyon örülünk. Úúú, uh, ez egy ténylegesen TNT sziget. Egyébként ezt simán felrobbantanám, hogyha lenne valami resztónom vagy bármim, tökmenő lenne. De szerintem erre sajnos nem fog sor kerülni. Viszont nézzük, hogy mit rejt a láda. Ú, uh, a következő Fendőr. nagyon jó. Á és egyébként itt egy flint and steel. Nagy a késztetés, az a helyzet, hogy nagyon nagy a késztetés, hogy én ezt most itt felrobbantsam, és szerintem én így is fogok tenni. Tehát ö, meg volt a láda, szépen ezt begyújtjuk, és akkor meg is nézhetjük azt egy picit távolról, hogy ö, hogyan is fog kinézni a szigetnek a robbantás te jóig! Remélem, hogy én nem fogok felrobbanni, de az a sziget elég durván elkezdett elpusztulni. Már csak egyetlen egy szem fog nekünk kelleni. Jó, itt vagyunk a dzsungeles szigeten. Talán egyébként ez néz ki a legjobban, mert az összes többi az egy ilyen ércszerű sziget, Ö, ez pedig egy kicsit ilyen élettel telibnek tűnik. Ó, és több láda is van. Aha, a láncetnek a következő darabja, egyébként az a kedvenc szettem, a láncet, úgyhogy én nem csinálok ebből problémát, hogy ilyen cuccokkal dobálgat meg minket a játék, és az utolsó Eye of Enderünk az itt is van, nagyon jó. Ezen kívül pedig dzsungelfák. Egy ideig most én nem szeretnék fákat látni a játékba, az teljesen biztos. Ezt szerintem innen elhozom, és akkor ez lesz a normális ágyam. Helyezzük is beszépen az utolsó szemet, itt is van a portál, de még ugye feladatom az, hogy felfedezzem a maradék szigeteket. Ami egyébként még elég sok, úgyhogy tényleg bele kell húznunk, és meg kell nézni, hogy van-e bármi értelme ezeknek, vagy csak így random elhanyagolható szigetekről beszélgetünk. Jó, ládák tömkelege vár itt is ránk. Mindegy, hát elhozunk mindent. Ha már challenge, hogy felfedezzünk, ó, mindent, akkor miért ne tegyük meg? Plusz Eye van, hogyha esetleg valamit nem akartunk volna felfedezni. És akkor innentől kezdve jöhet a szortírozás. Nem érdemes semmit szortírozni, mert úgy se kell semmi. Igazából ebből se kell semmi, max az egyen jobb x, és ebből pedig szintúgy nem kell semmi, de kiütjük. Aszta. Miért van itt ennyi falusi? És ezekkel mind lehetne trédelni? Egyébként igen. De nem tudom, hogy van-e olyan, ami úgy meg is éri. Egyébként az árát, vagy egyáltalán bármi hasznosat tudok -e veled rédelni. Nyilván a X, ez nem feltétlenül éri meg, annak tudatában, hogy van egy erre szakosodott sziget. Ú, és itt lett volna a shield. Na mindegy, most már. Egy vasat szerintem megért, de nézzük a következő ládát, ami nyilakat tartalmaz. Az egyébként jó. Az endben egyébként nagy haszna lesz ezeknek. Lapis a sziget. Egyre több láda van, ahogy így jövök a, a szigetek felé. Aha, az örről az nagyon. Jó. Amúgy azokat más, hogy nem is feltétlen tudnám itt megszerezni ezen a pályán, mert eléggé korlátozottak a, az anyagok. Ez sem rossz. Úgyhogy ezt is el tudjuk vinni. Leges legutolsó sziget, ahova el kell néznünk, már is süvítek oda. Ez egy ilyen Reston Type sziget, amúgy tök jó, hogy pont a TNT-s mellett van. Ó, és egyébként nem az utcsó sziget, most jövök rá. Mert hogy ott még arra is vannak szigetek, amik nem töltöttek be, amikor körülnéztem, úgyhogy még van bőven, és átnézzünk arra a két szigetre még. Na, és azok az utolsó szigetek. Hát ez remekül ki egy sivatagi környezet kellős közepén van víz. Na, ez jó. Nézzük, hogy itt a víz alján mi van, a vízbe folytakon kívül. Egy chest, szokásos módon. És itt is van egy Eye Fender, meg egy fishing rod, viszont itt a ládát azt nem hiszem, hogy kihütöm. És ott is van egy láda, úgyhogy azt is megnézem. Hát itt maximum az Eurókat hozom el, más nem nagyon fontos. És akkor a ténylegesen utolsó sziget felé vesszük az irányt. Ez is egy ilyen picikét élettel telébbnek tűnik, mert nem csak annak tűnik, hanem amúgy az is. És a láda, az szerintem tartalmazza az utolsó Chain Armor darabkát, ahhoz, hogy meg lehessen mondjuk a teljes szett. Ezen kívül még egy csomó fa, spawnerek, stb. Mehetünk is tovább. Most, hogy végeztünk is mindennel, igazából kezdjünk el felkészülni az End csatára. Jó, hát ennél több dologra szerintem nincsen szükségem, úgyhogy meg is tudunk indulni. Ugorjunk is, nem gondoltam, hogy lesz itt társaságom. Hát elég érdekes helyen van ez az egész, de megpróbálkozunk akkor lelövöldözni itt a dolgokat, ami nem sikerül, úgyhogy szerintem felépítek, és akkor majd valahogy úgy fogom oldani, és akkor innen már talán egyszerűbb lesz lelövöldözni mindent. Oké. Okay. Oké, okay, már is elkezdtük ütni, hát ezzel a vaskarddal azért nem vagyunk olyan a hatékonyak, de annyira nem is rossz a dolog. Csak ennem is kéne, mert a hp is kevés. Jó, ezt talán most fog megtörténni. Újaj, el fog törni a kardom, nem már. Innentől már csak csákányon tudom ütni, bár úgy látom, hogy azzal is köbben olyan hatékony vagyok. Na, ilyen még nem történt velem, szerintem, hogy eltört volna a kardom, de mindegy, akkor lőjük íjjal, vagy legalábbis próbáljuk. Ebbe azért nem vagyok olyan túl erős, de annyira nem is vészes. A csak meg ne halljunk. Jó, ez volt az utolsó nyilam. Jó, nagy nehezen csákányjal, de végül sikerült megölni az Ender Dragont, és ö, sajnos támad egy Enderman is, aminek annyira nem tudok örülni, vagyis hát inkább kettő, nagyon jó, meghaltam. Mindegy, a challenge kész, megöltük az Ender Dragont, úgyhogy köszi a figyelmet, találkozunk a legközelebbi videóban, sziasztok!